ember, hogy úristen, hát ez mennyire szép dolog, hogy ezt megteszik, hogy ez biztos értő. Nem, igazából nem értő teszik, azért csinálják, mert kell a hely, vagy azért, mert ide jönnek tanulni, diákok, és aztán elmennek innen. Kiköltöznek, és itt ugye, mint mondtam, üres a lakás, amikor megkapja az ember. Tehát mindent ki kell pakoltatniuk onnan. És ő nekik még segítség is az, hogy nem kell pénzért elvitetniük, hanem oda megy egy ember, még örül is neki, és aztán elviszi a cuccokat, tök ingyen elszállítja. Szinte mindig oda van írva, hogy saját elszállítás, selbst abholung. Itt ne várj arra, hogy majd jönnek, és elhozzák ide neked, ingyen a cuccot, neked kell elmenned érte. Nagyon aktív oldal, úgyhogy van, hogy percenként több felajánlás is jön, és tényleg a legkülönbözőbb tárgyakra. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, több 10 000 csatlakozója van az oldalnak, és ezért tud ilyen nagyon aktív lenni. Elvárnak valamit cserébe a felajánlók? Nem. Semmit nem várnak el, és igazából nem is várhatnak el szabály szerint, de én mindig szeretek kedves lenni, és mindig viszek egy kis valamit, mondjuk saját készítésű ékszert, ha éppen sütök valamit, akkor abból egy kicsit viszek nekik, vagy szóval valami. Ha nem teszed ezt, az se baj. Én szoktam ezt csinálni, és nagyon szoktak neki örülni. Egyszer én is felajánlottam egy íróasztalt ezen az oldalon, mert hogy mielőtt ez meglett, egy másikat is szereztem és elhoztam. De kettő nekem már nem kellett, ezért ugyanúgy felraktam ugyanarra az oldalra, és írt is valaki, hogy jön érte. És beállított egy egész rekesz zöldséggel. Másfél hétig abból lettünk, szóval olyan jó kis dolgok ezek. Oké. Szabad ezt üzletszerűen csinálni? Igen. Igen. Igen, de van egy etikus módja az én véleményem szerint. Mert hogy ez arra lett kitalálva, hogy ingyen adjon valaki, akinek van, egy olyannak, akinek nincs. És elég sok, hogy mondjam, olyan embert lehet látni, akik írnak, hogy valahogy el tudja képzelni az ember, hogy tényleg szüksége van arra, hogy ingyen kapja meg azt a dolgot, és ne kelljen érte fizetni. Hogyha valaki mondjuk üzletszerűen csinálja ezt a dolgot, és egész nap nézi a hirdetéseket, és mondjuk az üzlettársa meg elmegy a cuccokért, és kibérel neki raktárt, és oda hordják a cuccokat, aztán valamilyen formában eladják, abban az esetben ezt teljesen jó dolognak tartom, hogyha nem minden egyes hirdetésre ír az ember. Amit mondtam, örülnek neki a felajánlók, hogy elviszik a cuccaikat, mert az neki nem kell, kell a hely neki, mert költözik, mert bármi okból, de ő önkéntesen elajándékozza, és nem kér érte pénzt. És hogyha mondjuk senki nem jelentkezik a hirdetésre, és ő neki meg ott marad a nyakán, akkor szívességet teszel neki azzal, hogy elhozod. De akkor, hogyha minden egyes hirdetésre írsz, és ezért elhapolod olyanok elől, akiknek tényleg szüksége lenne, jó tudom, neked is szüksége van rá, mert ez a pénzkereseti lehetőséged, de na, én érted, szóval, ja. Ennek ellenére tényleg több olyannal találkoztam, akihez odamentem, és már úgy várt, mint a messiást, hogy vigyem már a francba ezt a cuccot, mint például ez az asztal is itt mellettem, ami nekem meg egy tökéletes segítség. Ja, szóval ez így tök jól tud működni, csak etikusan kell bánni vele, azt gondolom, azt javaslom. Puszillak titeket, és találkozunk a következő mozgóképben. Hello!